Szeretettel köszöntelek, az én nevem Bíró Bence Péter, és jó régóta nem került már ki videó. Ez a csatorna pszichológiával és önmegvalósítással foglalkozik, és van egy gondolat, ami már nagyon-nagyon régóta itt van a lelkemben, és arra gondoltam, hogy megosztom veletek. Viszont ahelyett, hogy a saját szavaimmal beszélnék, úgy gondolom, hogy ezt Hamvas Béla fogalmazta meg a leggyönyörűbben egy történet formájában. Hamvas Béla Aranynapok című művét fogom nektek most felolvasni. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá nektek, remélem, hogy nektek is annyira átjön az üzenet, mint amire nekem átjött, és akkor el is kezdem az olvasást. Hamvas Béla, Aranynapok. Ha csak néhány napra vagy órára, van úgy, hogy egy hétre, sőt még tovább, de minden esztendőben visszatér az idő, amit szeretnék úgy hívni, hogy az aranynapok. A föld a nyárvégi esőtől újra nedves és puha. A levelekről a víz a port lemosta, és a lomb újra zöld. A hajnalok frissek, de a nap még meleg, és a hegyeken alkonyatkor langyos a nyugati szél. Aranynapoknak ezt az időt azért neveztem el, mert a szeptember színe az arany. A levegőben apró ragyogó szemecskék tündökölnek, és ha az ember a hegytetőről a síkságra néz, úgy látja, hogy a tájat fénylő aranypor vonja be. A ragyogó ködben, a csillogó párában a kertek lustán pihennek, és ettől a szendergő lassúságtól érik meg a szőlő, válik az alma habossá, ízesedik meg a dió, a mandula, az őszi barack és a szilva. Az aranymészben úszik a föld, és a napfény úgy fénylik, mint a sárga olaj. Mikor a nyárvégi esős idő szűnik, az ég kitisztul, és az időre jellegzetes lágy, nyugati szél megindul, tudom, hogy itt vannak az aranynapok. Mindig találok valamilyen módot arra, ha csak kétszer vagy háromszor 24 órára is, de a hegyekbe menjek, és a kertekben töltsek el annyit, amennyit csak lehet. Nem csak azért, hogy a szőlőtőkék alá üljek, sorra lassan végigkóstoljam a fajták elragadó sokaságát. A Muscat Black Hamburg, a tojásdat fekete muskotáj az omló mazsola ízével minduntalan visszatérésre csábít. De ott van a muszkat ottonál, a mézes fehér, a Delaware, a szőlőskertek királynője is. Közben mandulát rákcsálok, leülök a partra, friss diót hámozok, figyelmesen és gondtalanul. Ezekben a késői érett napokban még a madarak is megszólalnak. Reggel korán rigót hallok, délután a fülemüle énekel néhány ütemet, mintha sóhajtana, és alig tudom a meghatottságtól könnyemet visszafojtani. Miért? Nem tudom. Reggel tavasz van, délben nyár, este ősz, az akác virágzik, a cinkes szól, az erdei pacsirtát egész éjjel hallom a völgyből, olyan az az idő, mintha az egész év összefoglalása, de kimondhatatlan békével és szeliden, mintha bölcs emlékezetképe lenne, és a bűbájos melankóliába feloldaná. Kimegyek a kertek közé, hogy teleígyam magam az érettség illatával, szemem jól lakjon a dús káposzták, répák, érett paradicsomok, paprika, a nehéz tökök dinnyék csodájával. A gyalogút fölé szilvafa hajlik, két szemet leszedek, a földre hajolok, hogy a lábam mellől a négylevelű lóherét leszedjem, mintha május vége lenne. De kimegyek azért is, mert a mulandóságnak egy bűvös napéban inkább, mint a friss áprilisban, a lángoló júliusban, közvetlenül át tudok élni valamit. Az élet megdicsőülését. Az az arany, ami az égen és a levegőben ragyog, nem természeti jelenség. A megdicsőülés aurája fénylik az érett föld körül. És ebben a világ fölötti tündöklésben, a halál küszöbén, de az élet csúcsán, amikor érett, mézes békében már a szenvedély és erőszak nélkül a természet önszántából szórja el egész vagyonát, ebben a megnyugodott szépségben minden alkalommal megérik belül is valamilyen rejtélyes gyümölcs. Valahányszor az aranynapok elkövetkeznek, én elindulok, hogy létükben részesüljek, mindig kapok valamilyen belátást, mintha az év munkája akkor érett volna meg, és szüretelésre készen állna. Az idén e-napok aránylag későn kezdődtek, és szokatlanul soká tartottak. Az ég szeptember 20-a körül derült ki, az arany az erdők fölött október 5-én még mindig ragyogott. Az erdélyi pacsirta szüntelenül énekelt, és a nedves völgyekben ibolyát szedtem csokorba. Könnyű nyári ruhába fél napokat kószáltam az erdőben, és amikor hazatértem, a szőlőskertek alatt nyíló levendulát találtam. Amit elmondok, személyes. Első pillanatra úgy látszik, senkire sem tartozik. Mégis elbeszélem és tudom, nem vagyok indiszkrét, mert hasonló helyzet lehetőségem a sokak számára nyílt. Következhet olyan idő, amikor ebbe a helyzetbe kerülhet sok száz ember, és nem éppen értéktelen. Amikor délután a hegyoldalon hevertem, és lent a mezőn sarjút kaszáló parasztot néztem, vagy 2 órája már, mielőtt a könyv mellettem nyitottan és érintetlenül feküdt, akkor igen mélyről úgy éreztem, hogy jó, ha erről más is tudomást szerez. Elvégre nem került volna különös fáradtságomba, vagy elhallgatni egészen, vagy a naplóba följegyezni, és ezzel más számára eltemetni. Kora délután kezdődött. Odafenn a fenyők alatt. Őszi kikerics nyílott a kicsiny tisztáson, és ott jártam a tündérek között, minden ízemben zsibongva boldogan. Eltűnődtem a magányos élmények határtalan gazdagságán, és megértettem azokat, akik inkább választották a kertet vagy a könyvtárszobát, mint a szószéket és a csatatereket. Ebben a percben a közösségi élet végtelen unalmát, a színház, a szórakozás ürességét elviselhetetlennek tartottam. A magányban élt élet gazdagságához képest sivárnak és tartalmatlannak láttam. A magányos élet eseményekben gazdagabb, mint a nyilvános. A bölcs többet él, mint a hős. Ezekben az aranynapokban itt, hogy egy hét múlik el egyedül szótlanul, most nagyobb életben van részem, mint amikor 20 éve, 6 hónapig háborúban éltem. Mikor az erdőből lejöttem, a mogyoróbokrok tövében a napos oldalon nyíló pipacsot láttam. Az aranynapok az embert mindig meglepik. Fent kikerics, itt len pipacs, egymás mellett ősz és június. A szó akkor jutott eszembe. Az agón. Görög szó, de Burkhardt a történetíró értelmezte számunkra szépen. Annyi, mint a görög világban, csak annak volt jelentősége, ami a nyilvánosság előtt történt. Mi ezt az agonális értékrendet a görögöktől teljes egészében átvettük, és általában csak azt vesszük számba, ami a nyilvánosság előtt játszódik le. Fontos. A hír, a siker, a név, a dicsőség. Önmagukban ezeknek semmi értelmük nincs. Mit kezdek a hírnével eldél magányomban? Azért olyan fontosak, mert agonálisak. Az embernek erejét kifelé, szerepé kell átalakítania, mert az egyetlen lényeges mások előtt kedvező színben feltűnni. Egy perzsa király palotát akart építtetni, és 2 építőművész ajánlkozott, kínai és görög. A tervet mindkettő elkészítette, és a király, mikor megnézte, így szólt. A görög szebb kifelé, mert ha valaki a házat látja, rögtön tudja, hogy király lakik benne, de a szobák üresek és hidegek. A kínai nem ragyog úgy, de belül meleg, meghitt, lakályos, és ezt választom otthonomnak, mert házamban magamnak akarok lakni, nem pedig a nyilvánosságnak. A kínai életrend, vagy talán az egész keleti szemben áll az agonnal. Ez a magánélet intimitása, amely a görögből s a miénkből hiányzik. Mikor itt, most egyedül vagyok már több, mint egy hete, megértem a perzsa királyt, mert most magamnak élek, és nem a nyilvánosságnak. Az agonális élet egyszerűen komolytalan. A füves domb oldalából gömbölyű szikla bújt ki. Jól esett rájönni. Zsebemből somot szedtem ki, bár fél élet volt, még csak azt szopogattam, és a magot messze fricskáztam. A felismerés egészen elfoglalt. Éreztem, hogy döntő perceket élek. Választanom kell. Vagyis már választottam. Nem a cézári életet, nem az agont, nem a hírt, nem a sikert, nem a nyilvánosságot, hanem az intim és meleg magányt, egyszerűen azért, mert ez a gazdagabb. A több. Az embert nehéz becsapni. Nem lehet azt mondani neki, hogy eredj erre, itt kapod a többet. Egy idő múlva rájön a csalásra, és akkor vége. Az ember pedig egészen elképzelhetetlenül életéhes lény. Mindig oda megy, ahol több életben van része. Még arra is képes, hogy beteg legyen, ha az egészség kevés élményben részesíti. Mindig a több kell, a ragyogóbb, a tüzesebb, az érdekesebb, a komolyabb, az izgatóbb, a hatásosabb, a megragadóbb. Még régen gondolkodtam, hogy az agonnal valami baj van, mert keveset ad. Most látom, hogy a bajon nem lehet segíteni. A kertet választom, és a könyvtárszobát, a hallgatag sétákat, a szótlan imát és a csendes üldögélést. Miért? Mert így lemérhetetlenül többet kapok abból, amire szükségem van. A magányban élt élet a nyilvánosnál határtalanul gazdagabb, életemben magamnak akarok élni, nem pedig a nyilvánosságnak. Ezt a magatartást számomra kortársaim igen megkönnyítették. A szellemiség, amit szolgáltam, itt magyar földön ismeretlen volt. Ha egész a közönségességig, sőt a nyilvánosság akar nem a dolgot egyszerűsíteni, azt kellene mondanom, hogy a szellemiségnek 3 lényeges pontja volt. Az első, az emberismeretet minden lehető módon, még a kellemetlenségek árán is fokozni, mert csak is a jól megalapozott és helyes emberismeretből fakadhat az emberek közötti termékeny viszony, és csak azok vehetik egymást komolyan, akik egymást ismerik. A második, felismerni annak a kornak, amelyben élünk, veszélyes válság természetét, és az idő kimér a lényével szembeszállni. A harmadik, mystique au lieu de politique, ahogy Pégül mondja, vagyis előnyben részesíteni a Szentírást a pártprogramok fölött. Lehet, hogy ez a szellem nagyon is szembeszáll mindazok érdekével, akik itt éltek. Lehet, hogy Angliában, Franciaországban vagy Németországban el tudtam volna érni valamilyen befolyást. A feltételekről és a lehetőségekről tudomásom nincs, és nem is lehet. Kétségtelen, hogy hazám határain túlélő eszmék iránt mindig rendkívül fogékony voltam. Talán azért is, mert itt eszméket egyáltalán nem találtam, csak programokat. Ami az egyetemes színvonalat és korszerűséget illeti. Tehát nem volt szégyelnivalóm. Ami azonban a lényeges produktivitást illeti, abban őszintén szólva nem vagyok biztos, mert nem tudhatom, hogy a dolgok menetébe termékenyen bele tudtam volna elvatkozni. Magyar földön az eszméket bizalmatlansággal fogadták. A bizalmatlanság bizonyos százaléka természetesen mindig a személynek szól, és ezt aránylag korán észrevettem. De sem saját lényemet kiküszöbölni, sem őszinte érdeklődésem körét megváltoztatni nem állt módonban. Kénytelen voltam megelégedni azzal a sajátságos helyzettel, amely tulajdonképpen helyzettelen. Igazán otthon, a valóságban meg nem lévő szellemi Európában lettem volna, ahol igazán otthon azok a szellemek voltak, amelyeket komolyan vettem és tiszteltem, és barátaimul fogadtam, és az a tény, hogy reálisan ítéltem Magyarországon szavamnak súlyát és élét elvette. Azt hiszem, helyzetemet jól magyarázom, amikor azt mondom, hogy itt nem voltam otthon, mert nem voltam stílszerű, korszerű, népszerű. Ott pedig, ahol mindez lehettem volna, ott egyszerűen nem voltam. Itt egyetlen emberrel sem találtam olyan, egész bennem élő szellemiségre kiterjedő kapcsolatot, amelyből termékeny közösség keletkezhetett volna, és így legalább egy kicsi körnek alapja lehetett volna. Ahol pedig rokonszellemi emberekkel találkozhattam volna, ott sohasem tartózkodtam annyi ideig, hogy az érintkezést felvehettem és kimélyíthettem volna. Röviden tehát, ahol élni számra kedvező lett volna, ott alig, vagy egyáltalán nem éltem. Itt pedig, ahol éltem, a lényem és eszmém idegenek voltak és maradtak. Az, hogy ez miért történt, koromat megelőztem, eszméim újak voltak, lényem túl elvont, a gondolatok lehetetlenek, a személyem túl radikális, a színvonal magas vagy egyéb, most egészen mellékes. Az ilyesminek eldöntése úgysem tartozik rám, mert az ember ezekben a kérdésekben önmaga felől nem mondhat kifogástalan véleményt. Az ilyen helyzettelenség olyan embert, aki vezetésre és hatásra törekszik, lesújtana. És amíg azt hittem, hogy vezetnem és hatnom kell, engem is lesújtott. Később, amikor a becsvágyról, későn ugyan, de mégis önként lemondtam, és nem támasztottam többi igényt arra, hogy hatást érjek el, a helyzettelenséggel járó határtalan előnyök iránt szemem egyszerre kinyílt. Ez volt az az idő, amikor anélkül, hogy tudatosan mérlegeltem volna az agónt, mint számra alkalmatlan és sekélyes értékrendet, elvetettem. Hogy az agón ellenoldalán mi volt, akkor még nem tudtam. Egyelőre csak el a nyilvánosságtól, el a becsvágytól, el a szereptől. Egyáltalán nem ismerek olyan szellemileg jelentékeny embert, akinek véleményére valamiképpen ne jelenten a csoportvéleményt. Az egyik szava mögött párt van, a másiké mögött baráti kör, a harmadiké mögött érdekszövetség, a negyediké mögött a tanítványok tömege. Minden komoly figyelemre méltó vélemény, amelyet találkoztam, persze itthon többeké volt. És ezeket a többeket a vélemény megmozdította. Ezek a többek magukat a véleménnyel azonosították. Minden szó tulajdonképpen többek nevében leadott szavazat volt. Úgy vettem észre, hogy a szó súlyát általában úgy mérték, hány ember azonosította magát vele. Ezeket a szavakat igen kedvelték. Ha valakit megtámadtak, a támadó szó csoportszó volt. Ha az illetőt megvédték, a védelem is a csoport nevében történt. A gondolkozás, az írás, a küzdelem, a vélemény, a vita általában csak nem teljesen kollektív megnyilatkozás volt. A szellemiség zavarai, amit mondtam, tulajdonképpen világszemléletek, állásfoglalások, érzelmi és érdekkapcsolatok szavazatai voltak. Helyzettelenségen folytán nekem sohasem volt alkalmam ilyenképpen szavazni. Mindig csak a magam nevében beszélhettem. Mögöttem, mellettem vagy velem nem volt senki. Azzal, amit mondtam, senki sem azonosította magát. Inkább ellenkezett vagy vitába szállt, vagy bosszúságot váltott ki. Elvégre tényleg bosszantó, amikor mindenki kollektív és csoportvéleményt val, akkor legyen valaki, aki mindezekre fütyül és csak a maga nevében szól. Helyzettelen voltam, időszerűtlen, népszerűtlen, stílszerűtlen. Senki sem védett meg, magamnak kellett magamat megvédenem. Senki sem felelt érte, magamnak kellett felelnem. A véleményekért járó felelősségekért a felelősség egész súlya rám esett. Semmiféle csoportban nem tartoztam. És így lassan kénytelen voltam annyira önmagammá válni, még jobban talán, mint eredetileg szándékom volt, amennyire csak lehetett. Rendkívüli módon individualizálódtam. Kortársaim belekényszerítettek abba a teljes magányba és egyedüllétbe, amelyben az összes kollektív kapcsolattól elszakadva és elszakítva csak azt mondhattam ki, amit tényleg és valóban én mondtam. Kár a sok szóért, kiléptem az agonról és outsider lettem. Illetve outsidernek néztek, mert még mindig azt hitték, hogy részt veszek a versenyben. Nem is tudták elképzelni, hogy legyen valaki, aki a többitől annyira különbözik, hogy még csak nem is versenyez. Outsidernek hívják a legszélén futólovat. Sejtelmük sem volt arról, hogy már nem vagyok agonális versenyző a sikerért a nyilvánosság előtt, aki a szerepéről nem tud lemondani. A pályáról leléptem, és néző lettem, de nem a verseny nézője. Az egész versenyhisztória, a sikerért való minden nap megújuló egészségtelen lohalás végtelenül untatott. Igazán találtam külön néznivalót ebben a szép világban. Találtam külön gondolkoznivalót, külön élnivalót, külön írnivalót. A becsvágyam megnőtt. A versenyen aratható győzelem lehetőségét megvetettem, így értem meg a nevezetes névtelenségre. A nevezetes névtelenség az agonális életrend ellenkezője. Olyan életrend ez, amelyben a nevezetes ember névtelen, és pedig azért, mert önmagát a nyilvánosságtól bizonyos óvatos távlatban tartja. Persze a távlat nem jelent negatívumot. A nyilvánosság néha igazán érdekel. És a legtöbb esetben mindazt, ami ott történik, jó indulattal fogadom. De cseppet sem ragaszkodom hozzá, és végeredményben az egész nyilvános életet bántóan eseménytelennek találom. Ha valaki fölkeres, szívesen beszélek vele. Ha elfogadnak, semmi kifogásom ellene, ha hívnak, el is megyek. De ne kívánják, hogy az agonális verseny szenvedélyemmé legyen. Ezt a kívánságot nem tudnám teljesíteni. Méltányolniuk kell, hogy érdeklődésem köre egészen más. A nevezetes névtelenség magatartása nem emberi. Nevezetes névtelenségben él a rigó, éppen úgy, mint a tücsök, a bölcs vagy a szent, a névtelen jótevő, s a magányos művész. A kifejezés egyébként annyit jelent, kozmikus helyzet jelentékeny betöltése. Az agón ellentéte, mert az agón éppen a nyilvánosság előtt játszott szerep hatásos eljátszása. Nézetem szerint a nevezetes névtelenség egészen kiválóan alkalmas költőknek, gondolkodóknak, élvezőknek, bölcseknek, vallásos embereknek. S minthogy bennem mindegyikből van valami, számomra tökéletes. Aki nem akar elérni semmit kifelé, agonálisan, még nem jelenti, hogy nem akar elérni semmit egyáltalán. Az ilyen ítélet félreismerni az emberi becsvágyat. A becsvágy hallatlan erejéről nekem is vannak tapasztalataim. Szörnyű, amikor ég, de még szörnyűbb, amikor elfojtják. Meg kell adni neki azt, hogy az embert nevezetessé tehesse, ha már mindenáron azzal akarja tenni. Az ilyen írtózatos realitás, mint a becsvágy, büntetlenül elnyomni nem lehet. Az erőszakos kísérlet vele csak kedélybetegség. De különbség van a között, hogy az agónon, az emberi nyilvánosság előtt küzdök a sikerért, és a között, hogy nevezetes vagyok egy intim végtelenségben. A vallás azt mondja Isten előtt, és mivel ez a helyzetnek tényleg megfelel, a legjobb a kifejezés megtartani. A lények, virágok, fák, csillagok, madarak csak ez az Isten előtt való nevezetességet ismerik, egyedül az ember elégszik meg kevesebbel, az emberiség előtt való nevezetességgel. Mintha az emberiség előtt való mulandó hír több lenne, mint az Istenben a halhatatlanság. Ez a gondolat vége. Nem egy nap alatt jutottam ide. Mikorra megérett, a kertekből régen visszatértem, tél lett és újra tavasz. De valahányszor eszembe jutott, és tűnődtem rajta, mindig felmerült bennem az aurában tündöklő hegycsúcs, a langyos erdő, a sarjút kaszáló paraszt, a pipacs, számban a muskotáj ízét éreztem, és arcom a nyugati szél puha érintését kereste. Hát köszönöm szépen, hogy ideig hallgattad ezt a videót. Nekem ilyenkor az a természetes reakcióm, hogy teljes mértékig elhallgatok, és csak csendben hagyom, hogy mindez, amit most hallottam, ez érjen, és a szívem mélyig hataljon, és leülepedjen, úgyhogy nem szeretnék most további elemzésbe bele bonyolódni, vagy hogy ez hogyan érint engem, téged, ezt a csatornát, csak annyit szerettem volna, hogy ezt te is halld. Végighallgasd, és el is tudod olvasni, hogyha rákeresel, hogy Hamvas Béla Aranynapok. Köszönöm neked azt, hogy ideig meghallgattad ezt a videót és megnézted. További jó hetet kívánok neked!